Lebilincselő zene és varázslatos képi világ jellemezte a 26. Haydn Fesztivál záró programját, a Rege című multimédiás koncertshow ősbemutatóját. A 200 éves himnusz tiszteletére született alkotás premierjére teljesen megtelt az Esterházy kastély udvarán kialakított nézőtér. A bemutatón részt vettek a mű alkotói Butz Magor és Becker Péter is, akikkel a főpróba előtt beszélgettünk. Az előadás rendezője és képi világának megálmodója Becker Péter a Médiacentrumnak elmondta, több hónapos munka előzte meg a premiért. A Szent Efrém Férfi Karra nagyon régóta terveztünk egy közös koncertet, és ez minden így egy időben történt, a Szent Efrémes találkozás, a Magorral való beszélgetés, és azt mondtuk, hogy hát akkor csináljunk ebből egy egész estés koncertshowt, és hát ennek hol lehetne a legméltóbb bemutatója, és egyértelmű volt, hogy Pápán, hiszen ugye a harmadik évet érünk ide-vissza az Esterházy kastély udvarára a Haydn Fesztivállal. Nagyon szerettünk idejönni, és úgy gondoltuk, hogy ez egy tökéletes helyszín lenne egy ilyen premiérre. És bár főszerephez jutott most a Jókai Mór Művöldési Központ színházterme sajnos ezen a hétvégén, de úgy tudom, hogy ma is lesz egy kis szerepe, hiszen bizonyos elemeit a filmnek itt vették fel Pápán. Miért? Így van. Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mekkora apparátussal, milyen szereplőkkel dolgozzunk. Szerencsések vagyunk, hiszen folyamatosan dúzott nagyon jó nevekkel az előadói névsor. Táncosokat is szerettünk volna mindenképpen hívni. Én felhívtam Topolánszky Tamást, akivel 2 évvel ezelőtt szintén itt volt egy bemutatónk Pápán, hogy van egy ilyen projektünk, és lenne kedve részt venni ebben. És azt mondta, hogy örömmel, de később kiderült, hogy ezt a filmben fogjuk tulajdonképpen bemutatni a tánc tudását az ő együttesének, és hát ezeket a táncjeleneteket bizonyít Pápán, a Művelődési Központ színpadán forgattuk le, a pápai helyi erők segítségével. Pintér Ádámnak külön köszönöm, hogy csodálatos fényeket varázsolt, amit itt most a közönség is látni fog. Becker Péter arról is szólt, hogy mi a legfontosabb üzenete az előadásnak. Természetesen a 200 éves himnusz, amit mindannyian ismerünk, mindannyian el tudjuk szerintem szabalni legalább az első verszakot, de nekem felnőtt fejjel újraolvasni a himnuszt, újra értelmezni minden egyes sorát, ezt valahogy ebbe kicsit elmélyülni, ezekbe a gyönyörű szép festői képekben, ahogy Kölcsey leírta, elgondolni, hogy ez mit is jelent, ezt a saját életünkre kivetíteni, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb üzenete, és mindenkinek ajánlom, hogy mélyüljön el a himnuszba, amennyire csak lehet, hiszen szerintem az egyik legcsodálatosabb vers. Arról, hogy zeneileg hogyan lehetett megközelíteni nemzeti imánkat, az előadás zenei rendezőjével és több részének zeneszerzőjével, Butz Magorral beszélgettünk. Hát pont ez volt a legnagyobb rizikója és egyben kihívása is ennek az egész feladatnak. Nagyon szerettem az egész projektet, mert zeneszerzőként tényleg nagyon sokféle eszköztárat meg tudtam mozgatni, tehát tényleg széles palettán. Hiszen vannak benne olyan műveim is, amik nem kapcsolódnak szorosan már korábban létezett zeneművekhez, tehát teljesen eredetiek, de vannak olyan művek is benne, amik parafrazeálnak. Például pont az Erkel féle himnusz megzenésítést, illetve olyan mű is van, ami áthangszerelése egy már meglévő műnek erre a speciális apparátusra. Az, hogy amikor a himnuszhoz nyúltam, igyekeztem éppen csak annyira beidézni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen az utalás, de mégse legyen túl sok, tehát hogy még egy kicsit úgy kívánjuk. Nagyon izgalmas ez az effektus, hogy néhány hang ugye hogyan tud akkor erejű lenni, egy-egy dallamtöredék hogyan tud olyan erejű lenni, hogy tényleg emberek hát tömegeinek dobban meg a szíve erre. Úgyhogy ezt igyekeztem nagyon finoman kezelni és finoman élni ezzel, és egyben egy kicsit új kontextusba is helyezni.
nem folyamatosan a himnusz körül forgunk zeneileg. A vers volt az, ami számunkra a dramaturgiát meghatározta. Tehát a himnusz, mint vers, ezt valahogy úgy el szoktuk felállítani. Hogy egyébként milyen egy kivételes alkotás, mint költemény. Kiválasztottunk bizonyos szókapcsolatokat, fontos kifejezéseket verszakról verszakra, és ahhoz rendeltünk, asszociáltunk egyéb zeneműveket, vagy éppen én írtam újakat. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas munkafázis volt, hogy külön a himnuszt, mint költeményt szemléljük, és annak keressük meg a zenei kapcsolódásait. A zeneszerző azt is elárulta, milyen volt a közös munka a budapesti vonósokkal. Nagyon-nagyon nagy élmény volt, tehát ez még tényleg verset kéne írnom róla, hogy ne essek túlzásokba. Nekem a budapesti vonósok egyébként is nagyon, tehát régóta követem őket, ugye ők már nagy tradíciója van ennek a zenekarnak, ráadásul a kortárs zenei téren is nagyon sokszor hát megmutatták, hogy mennyire fontos nekük az Újmelybek bemutatása, és hát tényleg gyerekkorom óta követem őket, úgyhogy ez egy nagy pillanat volt, hogy most tényleg együtt dolgozhatok velük, már volt néhány kisebb projektünk is, de ez a legnagyobb, a legnagyobb szabású eddig. És hát a próba folyamatokban is ugye szervesen, folyamatosan részt vettem, úgyhogy nem csak szerzőként leadtam a kottát, és akkor ők valósítsák meg, szóval nagyon nagy élmény velük dolgozni. Butz Magor és Becker Péter alkotását a budapesti vonósok, a Szent Efrém férfikar, Navratil Andrea népdalénekes és Tompos Kátya színművész előadásában hallhatták és láthatták az érdeklődők.